Csoport elsőként jutott a női vízilabda Euroliga legjobb 16 csapata közé a tavalyi LEN Kupa bronzérmes Dunaújváros, amely a Digisporton közvetített tornán 3 győzelmet aratott, a hazai bajnoki tabellán pedig második helyen áll. A selejtezősben 14 gólos Gurisati Gréta és az egy gólt jegyző Garda Krisztina. Sikerről, sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát nem tudom, így képzeltétek ezt a hétvégét? Fanta, buli, barátnők győzelmek? Hát abszolút, azt gondolom, hogy az első két meccs az egy ilyen várható győzelem volt. A Vuliegmeni meccs volt, ami igazából egy extra dolog volt, tehát nagyon szerettünk volna nyerni, és készültünk is rájuk, és azt gondolom, hogy ez egy nagy győzelem volt most számunkra. Kriszta, milyen nehézségei vannak az úgynevezett borítékolható, vagy várható, vagy elvárható győzelmeknek, hogy az első két meccsre hangoljunk? Hát azt gondolom, hogy eléggé bele tudunk süllyedni abba a színvonalba, mint a másik csapat képvisel, bár az eredmények azt mutatják, hogy gyakorlatilag mindhárom meccs sima volt, de azért a Lille és a Glifada csapata ellen is azért voltak nehézségeink. Ennek a harmadik mérkőzésnek a Vuliegmeni ellen a jövőben, a jövőre nézve van a jelentősége, mármint hogy a csoport elsőség meglett? Hát annyi jelentősége van, hogy egy magabiztosságot ad ez nekünk. Tényleg világszínvonalon elismert csapatot sikerült most legyőznünk, tehát ez azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog lehet az egész csapat számára, illetve annyi, hogy talán egy kicsivel könnyebb sorsolást kaphatunk majd a következő körbe, de ugye a tavalyi Euroliga 4-es döntőjébe, akik voltak, ők lesznek ugye kiemeltek, és akkor hozzájuk kerülnek a csoportelsők, és nagyjából a másik két helyre meg bárkit besorsolhatnak ilyen vaksorsolásszerűen, úgyhogy akár még egyszer a Vuliegmenivel is játszhatunk. Nyilván a továbbiakban nem mindegy, ha esetleg találkozunk megint velük, akkor hogy ők meg hogy a tekintély, igaz? Így van, tehát hogy állnak hozzánk. Meg tényleg azt gondolom, hogy saját magunknak most már azért bebizonyítjuk egyre jobban, hogy ez jó úton haladunk. Na most ezen a mérkőzésen a második és a negyedik negyed döntött leginkább a javatokra. Körülbelül így volt megtervezve ennek a mérkőzésnek a súlypontja, a súlypontjai? Azt gondolom, hogy nem így volt megtervezve, hanem úgy, hogy mi végig a saját játékunkat szerettük volna játszani. Tudtuk, hogy egy nagyon erős zónájuk lesz, hogy jól blokkolnak, hiszen görögök, ez náluk mindig is nagyon jó volt, klubszinten és válogatott szinten is, de mi tudtuk, hogy mit szeretnénk játszani, és szerintem az jött ki, hogy azért a második és a negyedik negyed, mert talán egy kicsit akkor elfáradtak, és a nagy szünetben azért tudtak fújni egyet, úgyhogy a harmadikra megint lendületet kaptak. Na, akkor avassatok be minket egy kicsit ebbe, hogy ez ellen mit kell játszani, és mit érdemes játszani ezzel a görög blokkoló stílus ellen? Hát ugye én még kiemelném ugye a center játékukat, egy viszonylag fiatal centerük van, de nagyon erős és nagyon akcióképes. A bekeknek az volt az elsődleges feladata, hogy uszassák nagyon sokszor, tehát hogy akár a támadás első 10 másodpercébe az legyen a feladat, hogy tényleg próbáljuk levinni a szélre a centert. Ezáltal, hogy ugye hogy jobban fáradjon, kevésbé bírja ugye a későbbiekben a meccset. Meg illetve ezt a saját védekezés, vagy hát amit láthatnak is a tévénézők, ezt a nagyon gyors, lefordulós játékot próbáltuk erőltetni, hogy tényleg ne a blokkokra kelljen lőni, hanem esetleg lefordulásokból, zicserekből kelljen befejezni a helyzeteket. Nem is tudom, nagyon sok lefordulás gólt lőttünk, most pontosan nem is tudom, hogy hányat, de tényleg, hogy nagyon jól mentek a labdaszerzések, és abból a másik oldal megfordult, úgyhogy tényleg szerintem ezzel leptük meg leginkább őket, hogy gyorsak voltunk nagyon. Ezzel a játékkal sikerült elfárasztani őket? Például, ahogy Gréta említette, a centert jó megúszatni? Biztos, hogy elfáradt, hiszen mi azért négyen voltunk rá, ő meg egyedül volt, hiszen 4 back van ugye a csapatunkban. De szerintem az sem volt túl jó neki, hogy már volt egy, utána 2 kiállítása is, hiszen akkor már nem úgy védekezik az ember, hogy na jó van, akkor most egyszer kiállítanak, akkor nem lesz semmi, hanem ha kipontozódik, akkor utána már nem tud a csapatának segíteni. Világos az a lényeg, meg még a másik fontos, hogy inkább legyen búvárúszó belőle, mint hogy fent legyen a víz fölött. Így van. Úgyhogy családilag nézzük. Na most a
Csoportesség amellett, hogy a sorsolásnál lehetséges egy kisebb fajta előny, annyiban kötelez-e, hogy megnőhet az étvágy, tehát hogy szinte kötelező, úgy gondolkodtok, hogy szinte kötelező lenne a négy közé jutni? Nem gondolnám, hogy kötelező lenne. Tavaly is azt gondolom, hogy nagy bravúr volt, hogy akár a legjobb nyolcba, tényleg a legjobb nyolcba kerülésére egy olyan holland csapatot vertünk meg, akinek a fele nagyjából felnőtt válogatott szintű vízilabdázó, úgyhogy tavaly is egy bravúrnak számított a nyolcba kerülés. Nyilván az a cél, hogy az Euroligában most a négyes döntőbe bejussunk. Nagyon függ nálunk a sorsolástól, tehát tavaly is ugye megkaptunk egy Szabadát, aki tényleg, tehát nem is tudom, évek óta több 5-6 éve együtt játszanak, tehát ők azért már minden egyes oldalra pillantásból ismerik a másiknak a mozdulatait, tehát tudják, hogy mikor kilő, hova mozog, és azt gondolom, hogy ez nekik nagy előny. Mi is azért most már 3 éve úgy nagyjából együtt vagyunk. És ugye a sorsolástól nagyon függ, de igen, a négybe kerülés a cél. De ha nézzük ezt a sorsolást, akkor húzogassuk ki a listáról, kiket kéne elkerülni. Hát most mondanám, hogy a négy kiemeltet, de az lehetetlen, úgyhogy egyet abból biztos, hogy fogunk kapni. Azt gondolom, hogy bárkit, akit kapunk, ha tovább szeretnénk jutni a nyolcba, utána meg a négybe meg kell verni. Én nem szeretnék válogatni, hiszen ezt úgyse én döntöm el, úgyhogy szerintem jó dolog megverni egy erős csapatot. Az önbizalmat is ad, és az európai mezőnyben is úgy tekintenek ránk, hogy na hát akkor ők csak tudnak valamit. Te is így vagy, jön, akinek jönnie kell? Hát persze, nyilván a soron következőket kell mindig legyőzni. Hát kíváncsian várjuk, ugye talán 2 nap múlva lesz a sorsolás, úgyhogy okay. Hát várjuk. Akkor nem kívánság műsor végül is. Amit hétvégén láttunk tőletek, mire lesz ez elég szerdán a csoportját szintén nyerő UVS ellen? Hát ezt még nem tudjuk, de szerintem biztos, hogy egy nagyon jó meccs lesz. Tavaly szerettük volna megverni az UVS-ét, eddig idén egyből egyszer sikerült már, bár az csak a Magyar Kupa csoport elsőségről döntött, de hát mindenképpen nyerni szeretnénk, és hát jól játszani. Mert hogy a bajnoki cím a tét előbb-utóbb, és gondolom, hogy megcélozzátok. Abszolút, igen. Most már évek óta azt gondolom, hogy az UVS-ének a bajszát húzogatjuk, úgyhogy tényleg én csak azt tudom megint mondani, hogy szeptember óta most Dunajvárosban egy olyan edzésmunkát végzünk, hogy én azt gondolom, hogy az a csapat, aki ennyit tesz a sikerére, annak előbb-utóbb ennek ki kell jönnie. Úgyhogy ha szerdán, akkor szerdán, ha januárban, ha bajnoki döntőbe, a bajnoki döntőbe, de azt gondolom tényleg, hogy nagyon fiatal csapat vagyunk még mindig, de most már azért magunkkal szemben is nagyobbak az elvárások, és tényleg egy-egy ilyen mérkőzés után az ember azért joggal gondolja magáról, hogy akkor miért ne lehetne mondjuk akár szerdán is győzni. Meg hát otthon játszunk hazai közönség előtt, úgyhogy az is a hétvégén igazából nem is tudom hány száz ember volt kint, de én még ennyi embert nem láttam vasárnap délben a Dunajvárosi úszodába, úgyhogy remélem, hogy szerdán is ilyen sokan lesznek. Azt mondjátok meg végül, hogy ebben az idényben az elérhető nagy célok közül választani kellene, akkor egy bajnoki címnek örülnétek jobban, vagy egy Euroliga, nem azt mondom, hogy négy közékerülésnek, hanem döntőzésnek? Hát is, nem? Legyen mindkettő. Legyen mindkettő? Igen. Már, hogy ez a bizonyos le kéne győzni az UVS-ét, ez mennyire az első számú célotok ebben a szezonban? Hát azt gondolom, hogy nem első számú cél, mindenképpen célunk, sok célunk van, de azért edzünk, hogy jobbak legyünk, mint az ellenfeleink, az UVS is az egyik ellenfelünk, úgyhogy szeretnénk nyerni ellenük. A válogatott szempontjából ennek a mostani bajnokságnak az izgalmai az, hogy fog alakulni, milyen jelentősége van, vagyis, hogy például ezt az idei bajnokságot erősebbnek gondolod, mint az elmúlt egyet-kettőt? Szerintem igen, tehát erősebb lett.
legfőképpen ugye a külföldiek, akik jöttek akár hozzánk is, vagy a többi csapathoz. Hát igazából ugye a Fradival erősödött most a női bajnokság, tehát az mindenképp egy erősödés, illetve januártól ugye jön a Maggie Stephens, az egyik nagy szupersztár ennek a női vízilabdának, Amerikából jön majd januárban az UVS-éhez, úgyhogy biztos, hogy tőle sok mindent lehet tanulni azért a vízbe, aki fogja, vagy aki csak nézi egyáltalán. Úgyhogy az biztos, hogy jó lesz. Hát válogatott szempontból tényleg annyira jó mondjuk ennek a nemzetközi bajnokságnak, hogy most is akár a Vuliag Menéme ellen, amikor játszottunk, ugye két holland légiósuk van, és őket is azért talán így könnyebb vagy jobban megismerjük, ugye a világligában, válogatottban a hollandokkal egy csoportban vagyunk, és akkor talán a későbbiekben, ha már jobban kiismerjük őket, azért ez segítség lehet. Hölgyeim, jó sorsolás nektek, még egyszer gratulálom, köszönjük szépen.